zselízi Franz Schubert vegyeskar is előadta Hodosi Gyula néhány megzenésített versét, aki tevékeny életet él. Iródia, Cserkész Szövetség, Szlovákiai Magyar Írók Társulása, Lilium Aurum Könyvkiadó, Vámbéri Polgári Társulás, Katedra Társaság. A teljesség igénye nélkül néhány Hodosi elmúlt évtizedekbeli tevékenységei közül, amelyeket egyaránt fontosnak tart. Remélem, hogy kéz a kézben járnak, mindegyik nagyon fontos. Természetesen a művészi tevékenység, tehát a versírás az a legszemélyesebb. És azért is örülök ennek a mai napnak, hogy ebből átnyújthatok a közönségnek egy csokrot, mindazokból az alkotásokból, amit az ember élete folytán megírt. Nagyon fontosak ezek a visszajelzések, hogy ne legyen ez a tevékenység ilyen öncélú. Amikor elküldök mindenkit, a múlt szenvedéseit, a jövő reményeit, befalazom magam, hogy szabad lehessek. Hodosi Gyula két születésnapi kötetét, a Minden addig, valamint a Minden addig 60. című könyveket Szentmártoni János József Attila díjas költő mutatta be. Az egyik lírai verseket és prózai himnuszokat tartalmazó kis kötet, amely segít rátekinteni a költői életműre. A másik interjúk, visszaemlékezések, tárcáknak a sorozata, amelyben nem a költőre világítunk rá, hanem a közösségszervező emberre, aki fiatal korától egészen napjainkig mindig az események középpontjában állt. Mind a két kötet az elmúlt 40-50 évnek egy olyan keresztmetszetét nyújtja, amely páratlan és példaértékű életműnek a két nagy hajtása. A szenvedély, a vágy. Az ünnepelt eddigi életművét Tóth László méltatta. A József Attila díjas költő elmondta, hogy Hodosi Gyulának a szocializmus évei alatt több konfliktusa is volt az akkori rendszerrel. Egyedi hangú költőnek tartja őt, aki, amint az már korábban elhangzott, az irodalmi tevékenység mellett közéleti szerepet is vállalt. Ez a sokféleség, ez együtt jellemzi, és egymásra épül. Tehát csak egy példát mondjak, hogy létrehozta a Lilium Aurum könyvkiadót, de azzal rögtön szembe találta magát az irodalom szervezés kérdésével. De rögtön szembe találta magát a könyvterjesztés kérdésével. De azzal rögtön szembe találta magát az olvasás kultúra népszerűsítésének a kérdésével, a könyvemutatókkal. Ebből alakult a Vámbéri Irodalmi Kávéház. Hodosi Gyula civil vállalásait fokozatosan át akarja adni a fiatalabbaknak. Szeretne tovább írni, mert az írást jó dolognak tartja. Az a terve, hogy az elkövetkező időszak elsősorban az önmagával való törődés időszaka legyen.